Hölgyeim és Uraim, jó reggelt mindenkinek, 9 percen, 7 óra után ez a Kukor itt a Rádió 1-en. És itt van az első olyan jelentkező, aki szeretné bebizonyítani, hogy amit leírt, az való és igaz, látható és érezhető. Hol? Hölgyeim és Uraim, ladies and gentlemen, on the studio, live, bikiniben, mit látok? Krisztán! Köszönöm, Endre, hogy nem engedted, hogy felkapcsoljam a fűtést. Várj még a papucsot a lábán, azt mondjuk el. Igen. Hogy egy ilyen aranyszínű papucs. Nem is papucs, szandáloz. Húj, magas sorok. Én nősz vagyok! 163 centi vagyok, 56 kiló. Úgy irigyellek érte? Én annyira nem irigylem magam, mert anno ez nem ilyen volt, de már túl vagyok egy gyermek kihordásán. Akkor pláne irigyellek. Ami szerintem azért eléggé meg is látszik, és azt írtam a fiúknak, hogy halálra cikizhetnek, és nem fogok sírni. Igen, ahogy ismerjük őket, szerintem én ezzel aláírtam a halálos ítéletem, úgyhogy ettől vagányabb dolog. Bennem itt bujkál a kis ördög és Endrében is, hogy na jó, de bujkálám! Bejöttél így, és akkor, hogy hát de, hogy csak ennyi? Kitaláltátok, hogy engem így bikiniben október, nem is tudom, hanyadik hetedike van, hetedike körül, kivinnétek ide az utcára a korcsolyázó pingvinek közé, és velem gyermekmondókákat mondatnátok. Hát igen, nagyon jó ötlet. Végül is 20 fok lesz. Egyébként én ezt a gyermekmondókás dolgot én már itt a stúdióban is meghallgatnám. Ja, én nős vagyok, nekem ki kell. Na, hát akkor akartam nem javasolni, hogy kifelé. Krisztát most elindítjuk egy nagyon rövid körútjára, hogy visszajöjjön és tájékoztassa és az utakon lévő. Picit, ugyan nem fog fájni. New Yorkban is hideg leszem szilveszterkor. Tudod, nem bikinibe megyek, azt te csak hiszed. Nem fog fájni. Jó, egy bikinis nő volt a stúdiónkban. Mert hogy most már ugye bár a Harsányi Leving társaságában valahol az utcán hever, hiszen a lényeg, a hölgy, már hogy az utcán található, hogy Krista, nevezük nevén a hölgyet, szeretne eljutni ugye bár New Yorkba szilveszterkor, a jó voltunkból. És ehhez vállalta, hogy ő bikiniben itt megjelenik. Halló Levi, merre vagytok? Itt vagyunk a sarkon, találkoztunk egy úriemberrel, a neved légy szíves, Váradi Zsolt. Váradi Zsolt, picit Zsolti meglepődött azért mondjuk el, hiszen itt állunk a sarkon, az autók jobbra, balra, benzinkután integetnek, nagyon szeretnek bennünket, hiszen Krista egy biztos, hogy téged is? Zsolti, hogy látod, tehát azért, mint az utca embere vagy, és azt gondolom az ország lakosságának jelentős részét képviseled, elengedhetjük-e ezzel a tényleg azon fantasztikus teljesítmény előtt New Yorkban, azaz felkerülte az utazók listára, amiből majd a hallgatók döntenek. Egyértelműen 8 fokba bikinibe. Nem lehet kitalálni. Zsolti azt gondolja, hogy jó lenne, mivel ugye Krisztára kiderült, hogy gyakorló anyuka, hogy egy gyermekmondókát mondana nekünk itt bikiniben, ugye az utca sarkán. Ezt Zsolti tényleg ugye te szeretnéd. Jöhet. Na, hát akkor melyik a tetszőleges kiválasztott vers, mondóka? Van egy kedvenc vers a fiamnak, az erdő szélén házikó, és ezt együtt szoktuk eljátszani is. Kérem szépen. Úgyhogy el is mondanám. Köszönöm. Erdő szélén házikó, ablakában nagyanyó, lám egy nyuszi, ott robog, az ajtaján bekopog. Kérlek, segíts én rajtam, vadász van a nyomomban. Gyere, nyuszi, sose félj, meg leszünk mi kettekén. Azt a mindenit! Visszatszottuk, azt gondolom, Krisztán, köszönjük szépen. Zsolti, köszönjük a lehetőséget, hogy itt voltál, és majd szavazzál, kellemes napot, szia! Hát itt van, és közben Krisztával jövök vissza. Most már az autóbusz megállóban is néznek ránk. Gyerekverseket mondott egyébként Krista, illetve egyiket. Egyet még csak. Ezt úgy kell érteni, hogy megleszünk mi kettecskén, hogy megleszünk mi kettecskén? Tehát, hogy... Ti ketten nem lesztek se, hogy... Meg azt mondta ugye Krista, hogy ő nem csak azt vállalt, hogy bikiniben becaplat hozzánk a stúdióba, hanem hogy ti szétcikizhetitek őt, amennyire csak akarjátok. Nem akarjuk. De akarjátok egyrészt, másrészt meg szerintem nem. Ti ehhez nem kellettek. Tehát elég csak Krista meg a versek. Na jó, kérem tisztelettel. Egy pasi nem akar jönni kisgatyában? Csak hogy nekem is jó napom legyen. Nem. Hú, jönnek az SMS-ek. Hajrá, Krista! Jó vagy, Krista! Hát kérem tisztelettel. Nem szabadhat Krista férje. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.